A Deák Ferenc Akadémia Egyesület 2011-től folyamatosan szervez történelmi előadásokat Nyíregyházán, közölte Felbermann Endre. Az egyesület elnöke hozzátette, idén ősszel egyedülálló módon két előadássorozattal is készülnek, így az érdeklődők a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok életéről és sorsáról is hallhatnak majd, de a 20. századi irodalmi és egyházi elittel is megismerkedhetnek. Az egyesület a Málenki Robot 70. évfordulójára meghirdetett Emmy pályázat segítségével szervezi az előadássorozatot, amelyekre nemzetközileg is elismert szakemberek érkeznek. Februárban beadott pályázatunkat pozitívan bírálták el, és nyertünk 350 000 forintot. Ebből tartjuk meg a három előadást, és ebből állítottunk össze egy emléktúrát Szolyvára, Kárpátaljára, amely már lezajlott, és nagyon sikeres volt. És ezen kívül pedig a másik előadás sorozatra a Nyíregyházi önkormányzattól nyertünk 100 000 forintot a civil alapból, és ezen kívül vannak támogatóink, pártolótagjaink, szponzorok, és a lelkes tagság tagdíjából raktuk össze a költségeket. Az egyesület célja, hogy széles társadalmi réteget szólítson meg az előadásokkal, valamint hogy reális képet fessen a magyar történelemről. Felbermann Endre a sajtótájékoztatón hozzátette, az ilyen előadások a fiatal és idős korosztály számára egyaránt érdekesek. Ezt az is bizonyítja, hogy az egyesület rendezvényeit alkalmanként 100-nál is többen látogatják.